Sziasztok! Volt ma egy ilyen kitalálásom, hogy mondom, mi lenne, ha bemutatnám nektek ezt az új dolgot, ugye? Ezt a villogó égőt egyébként, amit én nemrég kaptam, ugye tegnap kaptam, csak tegnap már este volt, mert már késő volt. Meg ezért jövök haza, azt itt látom, hogy villog valami, de aztán mondom, mi van itt, UFO van, vagy most mi van itt? És aztán néztem, hogy ez egyébként ez ilyen nagyon profi kis rendszer. Hát ugye egy gyertya akar ez lenni, azt szimbolizálja. Csak műanyagból, meg villog, meg izé-bizé. Azt ennyi. Ja, meg itt volt valami UFO. Nem UFO, hanem bohóc. Tudjátok, a bohóc. Ez is tegnap volt, ezt is már meg akartam tegnap csinálni a videót. Azt izé nagyon durva volt, így fölkelek. Pont itt ültem a gépnél, ugye, hogy hívják voltam. Néztem a régebbi videóimat, ugye, amit már régebben csináltam. Visszanéztem egy olyan... Hát, ja, egy olyan jó fél évet visszanéztem kb. Saját videóimat, hát nem tudom, egyszerűen nem tudtam mit nézni YouTube-on, nem volt semmi jó film, meg semmi nem volt. Mondom, akkor elkezdtem a saját videóimat nézni. Ezért visszanéztem teljesen majd, hát mondom, fél évet visszanéztem, ja. Nem tudtam egyszerűen semmit csinálni, mondom, videózni nem volt kedvem, mondom, akkor visszanézem tényleg a videómat. Na mindegy, az a lényeg, hogy fölkeltem, azt nézem, az meg. Mert ugye teljesen máshogy volt, mert ugye most ez így van, hogy el van fordulva, ugye a befele a szekrény felett tegnap, ez nagyon durván áll. Ez pont rám nézett, pont az egész. A lába így ki volt, így fordulva a függöny, félig rajta volt, nagyon félelmetes. Hirtelen oda nézem, mondom, bazd meg, ez engem néz. Nagyon durva voltam úgy. Egyébként meg is osztottam Facebookon, aki követ, 3 vagy 4 ilyen videót. Azt hiszem 3-at, nem biztos, na mindegy, az a lényeg, hogy megosztottam ilyen régebbi videót, amiket ajánlok újra, hogy nézzétek meg. Próbáltam olyan régi videókat keresni, ami ilyen nagyon kevés megtekintés, tehát ilyen 17, meg ilyen 20. Megtekinti. Ilyeneket próbáltam keresni, találtam is párat, jó párat. Akkor még egy kicsit izé volt. Nem néztek olyan sokan, mint most. Hát most sem néznek olyan sokan. De már haladunk szépen fölfele, tehát azért fejlődik a csatorna, azt lehet látni. Ugye, mit akartam még mondani? Hát most már azért elértük azt, hogy egy ilyen vlog videót ilyen 40-en vagy 50-en akár meg is néznek. Ez már nagy szó, mert ugye régen ilyen 10 meg ilyen 20 nézettséggel kezdtük a blogokat, most már 40-50-en nézik. Hát aztán majd lesz ugye 100 felé. Persze, amikor legós videót csinálok, vagy valamilyen extrát, akkor ez ilyen 100-200 megtekintés is eléri, el szokta érni. Úgyhogy nem tudom, hát a blogokat ugye kevesebben nézik, mert ugye több időbe telik, mire végignéz, ilyen 20-30 perces videók szoktak általában lenni, meg nem mindenki ér rá, tehát az idő is befolyásolja, nem mindenkinek tetszik mindig a téma. Szóval sok mindenre kell figyelni a blog videóknál, azokat ugye igényesek, igényesebben ki szokták nézni az emberek. Hát a többi, mondom, az ilyen helikopteres, vagy egy ilyen legós videót, vagy egy ilyen Ludvikos vicces videót, azt azért többen megnézik, mert ugye pár perces, ilyen max 5 perces videók szoktak azok lenni, és akkor leül, és akkor egy jót videózik, vagy na, nézni a videót. De mondjuk egy fél órás izénél nem mindenki ülre szívesen azt nézi egyfolytában, hogy miről beszélek, de van, akit például csak ezt érdek, mert van olyan nézőm, aki csak kifejezetten a vlog videóikat nézi, ő nem szereti az ilyen extra dolgokat, amikor más csinálok. Csak a dolgokat nézni. Egyébként ez nem baj, mert én alapból is ugye erre indítottam a csatornámat. Tehát, na mindegy. Igazából az a baj, hogy mostanában nem tudok annyi videót feltetni több dolog miatt is.
meg nincs videó hangulat, mert nincs, nem vagyok egyedül, ugye. Most is itt nem lehet normálisan videózni, mert itt ordítozások vannak, kiabálások, szétmegy az egész házba az meg. Tehát nem lehet normálisan most videózni, csak egy ilyen kis bezárt cuckombósításba, ami annyit szigetel, hogy lófasz nem szigetel ez a szoba. Szóval itt nagyon most nem lehet olyan témákba belemerülni, amikről így tudnak beszélni. Most csak így dadogni tudok, nem dadogni, hanem csak így össze-vissza tudok ilyen beszélni, hát is ilyen, nem tudok ilyen nagyobb témába belemenni, mondom, mert hát ahhoz nekem egyedül kell lenni az egész házba, és nekem ahhoz le kell, hogy egy ilyen nyugodtság legyen, senki ne szóljon hozzá, mert rosszul vagyok, ha valaki hozzám szól. Meg ha ilyen hangokat hallok, ez engem megölít. Tehát én nekem ez így nem jó. De egyébként majd fogunk kikapcsolódni, majd valami vérnyiletes videó, vagy valami ilyesmi lesz. Nem tudom. Igen. Ennyi. Valami vérnyiletes videó, majd el fogok menni, és akkor ott egyedül vagyok ugye az erdőbe. Bemegyek. Vannak ott pár emberek, ugye, akik ott közlekednek össze-vissza, hát most azokat nem érdekel, hát most mit néznek, azok maximum örülnek, mint szoktak múltkor is örülni az, az ember, akiket kapcsolni a videót. Sikert kapcsolni, elkezdi beszélni, hogy ez izé, hogy ez védett terület vagy mi, hogy ide nem jöhetek be. Nem mondom miért nem, de nem is látta, hogy videózok is sem. Aztán mutattam, hogy egyébként ilyen videóanyagot csinálok, szóval nem kéne itten pampogni. Látja országvilág. Azt mondja, hogy jó van, akkor ott csináljam a videóimat. De azt hitte, hogy utána fel akarom gyújtani az erdőt. Na, ugye csak a piros izét látta, hogy billogott valami. Mondom, én bazd meg gyújtani erdőt, ez hülye. Ez megbolondult. Tényleg azt hitte. Mondom, nem, mondom, ez csak billog, mert hogy bazd meg a szúnyog beette a fene. Mondom, nem, csak billog, mert mondom, GoPro. Azt mondja, azt nem is tudta az öreg, hogy miről beszélek, csak ment tovább, jó van, akkor csinálj ezt videóhozzá. Annyit tudod, annyit értett az egészben, hogy videózok. De hogy az, hogy milyen kamerával, meg hogy hogyan, meg hogy működik, fogalma sem volt az egészre, úgyhogy csó mindenkinek.